Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG kábelkereskedelmi Kft. Köszöntöm nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják. Ma mind a két téma, amivel foglalkozunk, a hétvégéhez köthető. A 18-a, 19-e remélem remek idővel ajándékoz meg minket, hiszen olyan sporteseményekre kerül sor, ami reméljük, hogy nagy tömegeket fognak vonzani. Az első témánk a hétvégi maraton lesz, méghozzá a Vivicsita Városvédő Maraton, a másik pedig egy hétvégi teniszgála, illetve asztali teniszgála, amelyet Balatonfüreden rendeznek. Kezdjük is az elsővel. Köszöntöm vendégeimet, Lévai Viktória színművésznőt, aki most nem mint színművész van jelen, hanem mint futóversenyző, és akkor a futómaratonról van szó. És itt van velünk Tamás Krisztián, a szervezőbizottság, illetve a szervezők részéről, aki egyébként a BSI-nek a marketing igazgatója, vezetője. Hát amikor egy ilyen nagy szabású rendezvényre kerül sor, mint amilyen egy maratonnak a megrendezése, akkor az rengeteg kérdést vet fel az emberekben, a futókban, mindenkivel. A budapesti lakosság nagy része az, hogy egy úristen, már megint lezárnak egy köteg utcát, már megint nem tudok semmit csinálni, nem tudok végigmenni a városon. A másik fele, illetve három részre osztom a hosszú kis bevezetőmet. A másik fele, a futók borzasztóan örülnek neki, mert hiszen alig várják, hogy megmérettessék magukat. A harmadik fele, akit remélem most meg tudunk mozgatni ezzel a beszélgetéssel, azok az emberek, akik azt mondják, hogy na, még soha nem vettem részt egy ilyen eseményen, kimegyek és megnézem, és én garantálom, hogy úgy fognak járni, mint én, amikor elmentem először egy ilyenre, hogy extázisba estem először, és azért, mert futni akartam, aztán rájöttem, hogy az nekem nem fog menni. A másik azért, mert olyan volt az egésznek a hangulat, ami lenyűgöző. Na, ez lesz a mai témánk. Melyikkel kezdjük? Kezdjük szerintem a futókkal. Kezdjük a futókkal. Mégiscsak azok a rólunk szólnak. Hát, hányan lesznek most erőre láthatólag? Előreláthatóan nagyon sokan lesznek. Pontos számot még nem tudunk, mert még jelenleg is zajlik a regisztráció, lehet nevezni majdnem minden távra, mert a leghosszabb távunk a félmaratoni futásnak a távja már március vége felé betelt, úgyhogy közel két hete nem lehet nevezni erre a versenyszámra, de az összes többire még igen. Várhatóan 25 ezer és 30 ezer között várható a két nap alatt a résztvevőknek a száma. Ezért is idén először kétnapos lett az esemény, szombat és vasárnap. Szombaton a rövidebb távok kedvelőit, családokat, kezdőbb futókat várjuk, vasárnap pedig a felkészülteket és igazán felkészülteket a hosszabb távokra. Most akkor gyorsan rátérek itt Viktóriára, aki mondta, hogy nem tud pénteken eljönni, vagy illetve szombaton este Balatonfüredre, mert ő vasárnap fut. Akkor ezek szerint te az igazi maratonisták közé tartozol? Nem, sajnos még nem, de remélem, hogy egyszer elmondhatom majd magamról. Egyelőre még a közepesen felkészültek közé tartozom, vagy tartozunk, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy én nem csak egyedül futok általában ilyenkor ezeken a versenyeken, hanem a játékszín csapata együtt szokott futni, kisebb-nagyobb létszámmal, és most a 7 kilométeres távot fogjuk teljesíteni mindannyian. Azért az már valamit jelent, én nekem az sem enne. Térjünk vissza az igazi maratonra. Egy ilyen versenynek a megrendezése hihetetlen erőket kell, hogy megmozgasson. Nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni. Ahhoz, hogy azt adná az a 25-30 ezer ember, aki eljön magára a versenyre, az abszolút az eredményre tudjon koncentrálni, és semmi más dolga ne legyen, csak az, hogy végigmenjen, és a lehető legjobb eredményt érje el. Ha a versenyek rangsorát nézem, és először menjünk végig a futóversenyek magyarországi rangsorán, akkor ez a Városvédő Maraton, ez hol tartoz, vagy hol helyezkedik el? Mennyire számít igazi sportversenynek, milyen nagy ágyuk jönnek el, hány
igazán nagy futó vesz részt ezen a versenyen? Ha a létszámot tekintjük, akkor úgy néz ki, hogy még ha nem is múlja felül minden várakozásunkat a nevezések száma, hanem csak az eddig megszokott ütemben jönnek továbbra is a nevezések, akkor is valószínű, hogy minden idők legnagyobb magyarországi tömegsportrendezvényére kerül sor a jövő hétvégén a Margit szigeten. Reménykedünk, hogy nem fog elsüllyedni a sziget. Annyira sokan azért talán nem leszünk, de ezért is kellett két naposra csinálni az eseményt. Tehát létszám szempontjából mindenképpen a legnagyobb. Ha azt nézzük, hogy mennyire komoly és nagy futók jönnek el, akkor azt lehet mondani, hogy abból a szempontból is a tavasznak a legkomolyabb eseménye. A félmaratoni távon azért ott lesznek azok, akik a magyar élmezőnyhöz tartoznak, és kipróbálják magukat, hogy a hosszú téli alapozás és egy kis gyorsítás után mire mennyire sikerült felkészülni. És hát külföldről is nagyon sokan jönnek, közel 2000 külföldi futót várunk. Külföldi profi futók nem nagyon szoktak az eseményeinken részt venni, nem is rájuk fókuszálunk, inkább a nagy közönséget szeretnénk elérni, de a külföldiek között is szép számmal lesznek jó időket futó résztvevők. Megint egy picit menjünk akkor a rövidebb távokra, és arra, hogy említetted, Krisztián, hogy minél több ember szeretnénk ennek megnyerni. Valószínűleg így kerültél te is kapcsolatba a futással, hogy valamilyen úton, módon ráéreztél az ízére, és az a 7 kilométer az már egy egész tisztességes táv. Igen, bár én többet is szeretek futni, de mondjuk nekem ez egy régi szerelem. Tehát én már egész gyerekkoromtól fogva nagyon szerettem futni, és tulajdonképpen jó futónak számítottam, csak nem foglalkoztam behatóban a dologgal, mert apukám testnevelő tanár nyilván azért. De a családban benne van ez, ő is nagyon jó futó volt, nagyon jó eredményei voltak a fiatal korában. És egyébként a nővérem is tulajdonképpen testnevelés szakos tanár is. Tehát ez nekem elég régóta megvan, csak hát ugye nem mindig jut az embernek erre ideje, tehát ahhoz, hogy ezt élvezni is tudja, ahhoz azért edzésbe kell lenni. Mert annak nincs értelme, hogy elmegyek, de annyira rosszul esik, mert nem megy olyan jól. És hát azért két gyerek mellett, meg színház mellett ezt nem könnyű ugye beiktatni. Most az utóbbi időben sikerült ezt megoldani, hogy valamilyen szinten tartom már magamat, és hát mondom, a nagy álom az, hogy egyszer a igazi maratoni távot teljesítsem. Gondolom, hogy nagyon sok ember van, aki hasonló álmokat dédelget. Mennyi idő kell ahhoz, és milyen felkészültség, hogy mondjuk elmegy most valaki, megnézi ezt a futóversenyt, és akkor majd mindjárt beszélünk arról, hogy a körítés milyen az egészhez. És azt mondja, hogy okay, én már lefutottam 3-4 sarkot életemben, most akkor elkezdek edzeni. Tehát milyen felkészültségi fokozatok kellenek ahhoz, hogy aztán el lehessen jutni, és hány év, tudom, hogy ez személyfüggő, de ettől függetlenül. Tehát mik a reális esélyek arra, hogy esetleg Viktória előbb-utóbb maratont fusson? Hát ha őt nézzük, akkor az esélyek inkább az előbb, mint az utóbb, mindenképpen. Mert ha egy teljesen kezdőt nézünk, akkor is azt lehet mondani, hogy ha nincs egészségügyi problémája, egészséges, nincs túlsúlya, és azért valamennyire egészségesen él, valamennyit mozgott, ha nem is futott, de valamennyit azért sportolt már életében, akkor olyan egy év alatt föl lehet készülni a klasszikus maratoni távra, ami 42 kilométer. De például teljesen nulláról, 10 hét alatt van is egy ilyen kezdő edzésterv a weboldalunkon, ahol teljesen nulláról, 10 hét alatt az 5 kilométerig el lehet jutni, hogyha az ember betartja azokat a lépéseket és folyamatokat, amit ilyenkor illik. Ez nagyon fontos, még egyszer kihangsúlyozom, hogy az egészséges emberekre, túlsúly nélküli emberekre vonatkoznak ezek a számok, amiket mondok. De tényleg egy olyan egy év az reális lehet a szervezetnek, hogy felkészüljön rá. És akkor az egy másik kérdés, hogy az ember fejben mennyire tud felkészülni arra, hogy ő 42 kilométert lefusson az igazi, klasszikus maratoni távot egyszer lefusson. Ez van, akinek egész életében nem sikerül, van, aki pedig odáll a rajthoz, és gond nélkül végig megy rajta. Ennyire lényeges az, hogy fejben ott legyünk? Az elhatározás? Igen, minél hosszabb a táv, annál fontosabb, de a felkészülés szempontjából mindenképpen, mert azért ki kell menni munka előtt, reggel korán, munka után, este későn, ha gyerekek lefeküdtek, akkor utána lehet elmenni télen, hidegben, ősszel, esőben, tehát készülni kell folyamatosan, és ehhez bizony kell elhatározás és akaraterő és kitartás. 20-25 ezer, 30 ezer ember az, akit megmozgat a nézőközönségen kívül maga az esemény. És ahogy említetted, a Margit-sziget lesz a házigazdája jelen pillanatban ennek a futóversenynek.
Mi azt szoktuk meg, hogy a Hősök terére megyünk, illetve mellette a Dózsa-György úton. A Margit-sziget mennyivel klasszikusabb, mennyivel jobb helyszín, mivel tud többet, adott esetben kevesebbet. És akkor már rögtön az útvonalat is mindjárt végigveszünk. Nem biztos, hogy jobb vagy rosszabb egy-egy helyszínt összehasonlítani, vagy nem biztos, hogy jobb vagy rosszabb egyik helyszín a másiknál. Ennek az eseménynek a Margit-sziget az otthona. Azt mondhatnám, hogy 1986-ban indult Magyarországon ez a rendezvénysorozat, az idén lesz a 30. jubileumi esemény, és majdnem mind a 30 évben a Margit-szigeten volt. Csak olyankor szorultunk ki a szigetről, amikor árvíz miatt sajnos nem lehetett bemenni. Amúgy klasszikusan itt van a helyszíne. Ezért azért is kellett most idén először 2 naposra széthúzni az eseményt, mert annyira sok a résztvevő, hogy egy nap alatt már nem fértek volna el a szigeten, mert azért hiába közel 3 km hosszú és 5-600 méter széles a sziget, ennek csak egy részén tömörül össze a sok-sok futó, és kicsi a hely. Beszéljünk akkor az útvonalról. Milyen területeket érint, miket kell lezárni, mire számíthatnak korlátozással, kedves nézők? A szombati nap nagyon szerencsés azok szempontjából, akik nem szeretnének a városban közlekedni, mert szombaton csak és kizárólag a szigeten belül fogunk futni, ekkor kerül sor a rövidebb távokra, itt a 2,5 km a leghosszabb szombati táv, tehát ez bőven egy kisebb kör a szigeten. A vasárnapi távok közül a félmaraton rajtól legelőször, reggel 9 órakor. Ők nagy részt a pesti oldalon futnak, legtöbbet a rakparton, egy kicsit bemennek a Markó utca, Bajcsy-Zsilinszky út környékére is, egy picit átruccannak Budára, átmennek a Lánchídon és a Szabadsághídon vissza, aztán a rakparton vissza az Árpád hídig és úgy be a Margit-szigetre, és ott nekik is lesz még egy kis kör, így jön ki 21 km. A 10 km-es táv ehhez hasonló útvonalat jár be, de ők csak a pesti oldalon futnak. A 7 km-es Midicsitta pedig kifut az Árpád hídon, végigmegy a rakparton, visszajön a Margit hídon és bejön a szigetre. Az, hogy az útvonal hogyan készül el, mitől függ, ki tervezi meg, hogyan kell engedélyeket kérni, mennyivel kell előtte engedélyeket kérni és hogyan kell lezárni? Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Az idei esemény alig... kérdés is. Az idei esemény alig, hogy lezajlik, utána már el is kezdjük a következő év engedélyeztetését intézni, mert azért Magyarország fővárosáról beszélünk, ahol több mint 2 millió ember él, és óriási a forgalom, nagyon sok esemény történik, tehát időpontot kell fixálni, az útvonalakat meg kell tervezni, ezt a BKK-val, fővárossal, kerületekkel, sőt, még a Dunán közlekedő hajók kikötőivel is egyeztetni kell, hogy mi mikor fogunk elfutni, mert ha jön egy óriási nagy kiránduló hajó, és onnan 300 ember éppen akkor szeretne kiszállni, és ott várná őket a busz, amikor elfut előttük a 8000 fős félmaratoni mezőny, akkor ott valaki mérges lesz. Vagy a futók, hogy beállt a busz az útvonal közepére, vagy pedig az a 300 turista, aki nem tud felszállni a buszra, és nem tud elmenni. Úgyhogy nagyon-nagyon összetett és sokrétű az egyeztetés. Van egy 8 fős stábunk, aki ezzel foglalkozik, hogy az útvonalon lezárásokkal, kijelöléssel minden rendben legyen. Lakosság értesítése, parkolóautókat el kell vinni, akik nem szereztek időben tudomást róla, hogy itt lezárás lesz. Úgyhogy komoly munka. Ezen kívül rendőrség, tűzoltóság, mentők, mindenkinek ott kell lenni természetesen a helyszínen. Aki nem dolgozik, közülük az fut. Komolyan? Választhat egyébként. Hát azt mindenkinek a főnöke tudja, de nagyon, nagyon sokan szoktak futni közülük az eseményeinket. Hány futóverseny van a hátad mögött? Ez egy jó kérdés. Nem igazán tudom megmondani, de azért egy 10-nél már biztos tartunk, de elég sok. Most már összefolynak az emlékképek ilyen-olyan formában. Eszembe is jutott a bevezetődnél, hogy hogyan kéne kedvet csinálni, és hogy ez milyen élmény, hogy neked is milyen eufórikus volt. És azóta ezen zakattal a fejemben Krisztiánnal épp ezt beszélgettük, hogy a nővérem az idén ősszel jött el velem először,
szükség volt egy kiegészítő tagra, időnként vannak vendégművészek a játékszín csapatával. Egyébként most is jön, mert azt mondta, hogy soha többet ne hagyjam ki. Ez jó. És hogy ő ugyanígy járt, mondtam, hogy ezt el kell jönnöd kipróbálni, hogy ott állsz x ezer ember között, főleg ugye rajtnál érzed ezt, de egyébként mindenhol. A befutó is fantasztikus. Tehát, hogy mondom, ott állsz x ezer ember között, és mind ugyanazt akarja, és mind ugyanazt a jót akarja. Ezt mondom, ez egy, most is fölállt a szőr a kezem, ez egy olyan fantasztikus élmény, ez a közös akarat, valami közös jót is, hogy mind egyfelé haladunk, hogy tényleg komolyan elgondolkodik utána az ember, hogy atyaik, nem lehetne így élni? Uh-huh. Minden nap, minden pillanatban, mert fantasztikus, fantasztikus élmény. Belülről hogy látod, mennyire vagytok kiszolgálva versenyzők a szervezőbizottság szempontjából? Én azt gondolom, hogy maximálisan, főleg ahogy így visszatekintek, hogy fejlődtek ezek a versenyek, én azt gondolom, hogy egy-két apró, általában ugye a mosdó problémák szoktak nagyon fájdalmasan érinteni bizonyos szituációkban embereket, hogy kevés nem, de most már tényleg nem tudok rosszat mondani, és nem is szeretnék. Maximálisan ki vagyunk szolgálva a rajtcsomagtól elkezdve az érmekig. Most már ugye általában az a szokás, hogy mindenki kap érmet is, tehát nem az van, hogy csak a nagy maratonosok, és ez nagyon jó dolog, mert azt az ember hazaviszi, és kiakasztja, és ott van, és az is segít abban, hogy legközelebb is akarjon jönni. De én például a rajtszámokat is elrakom, de nekem van egy fal, most már ez meg, van egy futópadom is végre a rossz időkre, és a futópad mellett van egy fal, ahova gyűjtöm ezeket a rajtszámokat, mert ezek szép emlékek, büszkeséggel is tölt el, és egyben segít a továbbiakban is. Úgyhogy maximálisan elég jól felkészültek, odafigyelőek, most már nagyon gördülékenyen, nagyon egyre jobb és jobb. Nagyon klassz. Azon kívül, hogy le van zárva a terep, mikre kell fölkészülni? Itt Viktória említette az előbb azt, hogy ugye a mellékhelyiségek sokszor szükségeltetnek, nem csak a nézőközönségnek, hanem a futóknak is. Frissítőállomásoknak kell lenni. Tehát miket kell oda készíteni az út mellé ahhoz, hogy gördülékenyen és egészségesen tudják végigfutni a távot a versenyzők? Az út mellé nem is kell olyan nagyon sok mindent összekészíteni, mert megfelelően lezárjuk, biztosítjuk a kereszteződésekben rendőrökkel, és egyéb segítőkkel, szalagos lezárással, kordonozással. Aztán a frissítőállomásokra kirakjuk a frissítő termékeket. Ezek általában milyen sűrűn vannak letéve a frissítőállomások? 4 kilométerenként körülbelül. Amikor nagyon meleg van, akkor szoktunk még plusz állomást is betenni. Most a félmaratoni távon 5 frissítőállomást, tehát a 21 kilométerre jut 5 állomás, ahol víz, izotóniás ital, banán, szőlőcukor szokott kihelyezve lenni. Ez fiziológiai szempontból elég kell, hogy legyen egy ilyen frissítés a 21 km teljesítéséhez. Persze mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát nekem ez most azért nem sikerült, mert nem volt sör, vagy nem volt sült kolbász a frissítőállomáson, de hogyha lett volna ott 2 tonna csoki, akkor én biztosan egyéni csúcsot döntöttem volna, hogy célba érek, de alapvetően egy félmaratoni távot ilyen frissítéssel bőven teljesíteni lehet. És az úton arra ennél több nem is nagyon kell. Sokkal inkább a Margit-szigeten, a versenyközpontban kell sok-sok dolgot kiépíteni ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Hát az egyik az a mellékhelyiségek kérdése. A legnagyobb rajt az a félmaratoni rajt lesz vasárnap reggel, hogy 8500 ember fog elindulni. A rajt előtt 20 perccel kb. 8500 WC-re lenne szükség. Igen. Hogy mindenki még az utolsó pillanatban el tudjon venni. Igen. De ez csak elég bokros a Margit-sziget. Csak erre 20 percre vonatkozik, amúgy pedig ott áll a mellékhelyiségek nagy része egész nap üresen. Próbáljuk azért természetesen akkora számban biztosítani ezeket, hogy még a rajt előtt ilyen kevés idővel se legyen szükség. De hát néha sorba kell állni. A rajtra a versenyzőket elkísérik a családok? Igen. Viszonylag sokan szoktak kijönni a helyszínre, és ott útjára bocsátják a futójukat, és utána kimennek az útvonalra, megnézik, hogy mik azok a pontok, ahol tudnak szurkolni, sőt, akik igazán felkészültek, azok már olyan útvonalat keresnek maguknak, hogy megnézik mondjuk a 3 kilométernél a futójukat, utána sétálnak egy kicsit, megnézik 8 kilométernél,
aztán átmennek a budai oldalra, ott megnézik 15-nél, és még visszaérnek a célba, mikorra ő befut. Kis szervezésen megoldható, hogy 4-5 helyen is látni lehessen a saját futónkat, akinek szurkolni szeretnénk. És biztatni a futókat, hogy erőt kapjanak. Egyébként a biztató kórusok és biztató szurkolók nagyon fontosak a futók számára. Sok esetben a művészek szurkolói csapattal jelennek meg a futóversenyeken. A játékszínek is van ilyen szurkolói csapata egyébként? Szervezetten nincsen, szituáció függő, hogy van. Volt már, amikor a Talamba ütő együttes is kijött hozzánk, és a Margit híd lábánál doboltak nekünk, de én megjegyzem, hogy én akkor is nagyon boldog vagyok, amikor látom, hogy ki van írva, hogy hajrá, apu, te vagy a király. Igen. És akkor könnyekig meghatódom ott futás közben. Tehát nem nekem szól, de én abszolút magamra tudom, mert olyan, mintha nekem szólna. De ha az lenne írva, hogy hajrá, anyu, akkor az már neked szól, mert az minden anyunak szól. Akár nekem is szól. Igen. Tehát, igen. Hogy a másnak való drukkolás is óriási igen. érzéssel tölt el, mert én is ugyanazt csinálom, nekem is fantasztikus, de nagyon-nagyon felemelő érzés, minden egyes. És milyen érdekes, hogy pont ma reggel jutott erről eszembe, hogy amikor mi Kaposváron általános iskolás koromban a Cseri Parkban voltak a nagy futóversenyek, a megyei futóversenyek, akkor az én drága jó nagyapám, én ugye Balatonon laktam, és oda jártunk be a megyei versenyekre, és a nagyapám Kaposváron élt. És mindig kijött hozzám, ugye ez egy jó alkalom volt, hogy az unokával amúgy is találkozzon, és mindig hozott ilyen borzasztóan citromos cukros teát, de nagyon finom volt, meg szendvicset, és az utolsó métereken öreg görbe lábaival mindig futott velem, és mindig bíztatott. Hát az óriási élmény volt. Egyébként nagyon sok olyan pillanatot rögzítettem, azt hiszem egy örök életre képileg az agyamban, amikor a befutónál, hogy a családottál, és akkor a pici gyerek befut, és ott fut az apuval, vagy az anyuval, és olyan megható történetek ezek, ahogy biztatják. A közben, ahogy látni a futóknál a fáradtságot, a küzdelmet, a koncentrálást, tehát ez önmagunk legyőzése elsősorban. Igen. Én azt gondolom, a maratonnak a lefutása. A biztatókról és a szurkolókról ezt központilag szervezitek, hogy legyenek a helyszíneken olyanok, akik erőt adnak a futáshoz? Egy ideje szervezzük is, teljesen nagyon jó weboldal címet találtuk ennek, szurkoljvelünk.hu a weboldal címe, itt lehet megtalálni az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb szurkolói információkat, sőt egy játékot is hirdetünk a szurkolók között azért, hogy az útvonal több pontján ott legyenek. Le lehet tölteni és kinyomtatni egy kis szurkolói kupont, azt kitölti azzal a futóval, akinek ő drukkol, és a saját adataival, bedobja a friss állomásokon található gyűjtőládába, és ezekből aztán a végén sorsolunk. A futó nyerhet az egész éves eseményeinkre indulási lehetőséget, bármennyin elindulhat, a szurkoló pedig valami kis ajándékkal kedveskedünk neki, nem is olyan kicsi, mert egy wellness hétvégét nyerhet az a szerencsés, akit kisorsolunk, úgyhogy nem csak futóknak érdemes ott lenni, hanem a szurkolóknak is letöltenek is kupont, kinyomtatni, és emellett ezen a weboldalon még szurkolói tanácsokat is adunk, milyen eszközt hozzon ki. Alapvetően teljesen jó bármi, amivel zajt lehet csinálni. Igen. Egy műanyag palackba beletölt 25 darab követ, és elkezdi rázni, tökéletes. Ennél profibb megoldás a kereplő. Van, akinek ilyen óriási kolompja van, és azzal jön ki az útvonal. Tehát hihetetlen zajt tudnak csapni a szurkolók, és ez valami fenomenális élmény, amikor fut a mezőny egy sorfal között, és mindenhonnan drukkolnak neki, tapsolnak, kiabálnak. Hát az operaház... Az Operett Színház kórusa volt, amikor a teljes esemény bűvője alatt váltva egymást énekeltek, és tényleg, tehát nagyon sokan, nagyon sokféleképpen próbálnak megszurkolni. Nézzük a praktikus dolgokat, tehát nevezés. Mennyi a nevezési díj, mi az utolsó nevezési határidő, mennyivel előbb érdemes kimenni? A félmaratoni táv kivételével előzetesen április 15-ig lehet még a weboldalunkon vagy a BSI nevezési irodájában nevezni, és természetesen még a helyszínen is lehetőség van a nevezésre. Ott legkésőbb fél órával a rajt előtt kell leadni a nevezést, utána bezárjuk annak a bizonyos távnak a versenyközpontját, és hát azért ildomos legalább egy-másfél órával hamarabb kiérni a helyszínre, már csak azért is, mert át kell öltözni, a ruhatárba le kell adni a cuccokat, kicsit be kell melegíteni, be kell állni a rajtba, beszélgetni kell az ismerősökkel, be kell, nem, most a sorrendet nem jól mondom, bekenni a lábad bemelegítőkrémmel,
sok-sok tennivaló van még a szigeten, és sajnos sokan vannak, akik az utolsó pillanatban érnek oda, mert azt nézik, hogy ó, még van fél órám, akkor odaérek. Csak ha még rajta kívül 3000-en gondolják ezt, hogy még van fél órája, akkor ott óriási nagy tumultus és torlódás lesz a végén, és mi azt szeretnénk, hogy ez a nap tényleg mindenkinek csak a sportról és a felhőtlen szórakozásról és arról szóljon, hogy ő jól érzi magát. Ehhez az kell, hogy időben ott legyen és mindenre legyen ideje. Mit lehet vinni magával a futóknak futás közben? Érdemes-e vinni valamit? Mit engednek meg a játékszabályok? Mi számít már doppingszernek? Egyáltalán a dopping ebben a verseny tekintetében szóba jöhet-e? Hát természetesen szóba jöhet a dopping. Nem tartunk dopping ellenőrzést az eseményen. Nem országos bajnokság, világbajnokság, olimpiát rendezünk, hanem egy tömegsport eseményt. Nagyon-nagyon sok olyan forgalomban levő termék van, most nem akarok márkaneveket mondani, de nagyon sokan szednek közülünk olyan terméket, aminek van olyan összetevője, ami doppinglistás. Ezzel szerintem egy amatőr sportolónak nem kell foglalkoznia. Mi se foglalkozunk vele, és hát mindenki azt hisz magával, amit akar. Aki úgy gondolja, hogy neki dinnyével kell frissítenie, ő vihet magával egy dinnyét. Senki nem fogja azt gondolni róla, hogy ő doppingol, mert azért azt a nehéz dinnyét el kell cipelnie magával végig. Úgyhogy tényleg vannak, akik visznek magukkal, van, aki ilyen kis hátizsákkal fut, abban van neki egy víztartály, és abban a saját frissítő italát viszi, vagy egy övtáskában kulacsot visz, valamit csokit tesz bele, vagy valamilyen energiaszeletet rak a zsebébe, tesz magára. Egyetlen egy idézőjelben mondom, doppingszer van, amit tiltunk az eseményen, ez pedig a mindkét fülbe bedugott fülhallgatónak a használata. Uh-huh. Ez pedig azért van, mert hogy veszélyes a többi futóra nézve, mert aki zenét hallgat futás közben, nem tud annyira a külvilágra koncentrálni. Hátulról jön egy gyorsabb futó, meg szeretné őt előzni, vagy csak ki akarja kerülni, kanyarodni kell, valaki más íven kanyarodna, esetleg jön a mentőautó a mezőnyben, mert el kell haladni, a rendezők kénytelenek néha motorral vagy kerékpárral elhaladni a mezőnyben, és ezeket mind-mind hallani kell. Ezért is tiltjuk a fülhallgatóval való futást, hát ez az egyetlen tiltott dopingszer az eseményen. Hány ember vesz részt a megszervezésében, Buczuzánban, illetve a biztosításban, a lebonyolításban? Az esemény két napján összesen úgy 800-1000 fő lesz az, aki dolgozni fog a futók kényelméért és biztonságáért. Derékmunka. Mindenki társadalmi munkába végzi ezt a tevékenységet? Sajnos nem. Egyre többen vannak, akik jelentkeznek önkéntesnek az eseményeinkre, és futók. Tehát az a jó, hogy a futók. Amikor ő nem fut, akkor eszébe jut, hogy hú, de jó lenne ott lenni a frissítő állomáson, és adni a poharat a futótársaimnak, mert nekem is milyen jó volt, mikor ők adták. Egyre többen jönnek, de sajnos még igazából nem jellemző, hogy nagyon sok önkéntes lenne. Egy kis része a szervezői gárdának az, aki ezt szeretetből és önkéntesként csinálja. Beszélgessünk egy kicsit az igazi versenyzőinkről, a maratonistákról, a magyar élmezőnyből. Hányan jelezték, hogy részt vennének a versenyen? Lehet-e valami nagyon jó időre is számítani? Pontos nevekkel nem készültem, úgyhogy ezt most sajnos nem tudok pontos neveket mondani. A tavaszi események általában nem azok szoktak lenni, amikor igazán nagy időre számíthatunk. Ez még az alapozás időszak. Hát az alapozásnak mondjuk már úgy egy kicsit vége van, de még csak most kezdték el az igazán gyorsító edzéseket az atléták. Most nem még jöttek ki a fedett pályás edzésekről, és most kezdenek el még csak gyorsulni, most találják meg a tavaszi formájukat. Úgyhogy lehet valamilyen kiugró eredmény, de inkább csak az esemény korábbi éveihez képest számíthatunk kiugró eredményre. A nagy magyar régi klasszikus futók időeredményeit valószínűleg nem fogja senki még csak megközelíteni sem. Még egy picit beszélgessünk erről a futóturizmusról, ami szintén hozzátartozik a maratoni versenyekhez, és egyre inkább vonzóvá teszi fővárosunkat az, hogy ilyen sportesemények vannak. Tehát amikor bosszankodunk azon, hogy nagyon sokan jönnek és lezárják az utakat, akkor egy picit arra is lehet gondolni, igen, de aki esetleg kipillant futás közben, az lehet, hogy a családját is elhozza, egy pár napot itt töltenek, és lehet, hogy visszatérnek Magyarországra. Jellemző ez? Ez nagyon jellemző. Ahogy mondtad te is, ez a kimondott futóturizmusnak hívják már az idegenforgalmi berkeken belül is
van egy ilyen szakág, mondhatom, hogy futóturizmus, óriási tömegeket mozgat meg a világon, több millióan futnak félmaratont, maratont egy évben a világ bármely pontján, és hát óriási események vannak mindenhol. Nálunk is mondhatjuk, hogy ez egy nagyon komoly nemzetközi érdeklődésre számot tartó futóesemény lesz, mert több mint 2000 külföldi nevezőnk van már jelen pillanatban. 70 vagy 71 ország volt a tegnapi állás. Ez valószínűleg már nem fog bővülni, azért az igazán egzotikus országokból érkező futók már beneveztek. Hiszen a repülőjegyeket meg kell venni. Meg kell venni, ide kell jönni. Szállást kell foglalni. És hát azt szoktuk csinálni, hogy ilyenkor az ilyen nagyobb események előtt kirakunk egy zászlósort a nemzetközi résztvevőknek. Próbálunk minden résztvevő ország zászlóját kihelyezni. És épp a hét elején néztem végig, hogy hát volt olyan zászlónk, ami hiányzott. Tehát vannak olyan országok, ahonnan eddig még sose futottak nálunk, és most jönnek. Lesznek mongol, üzbék, kirgiz futók, tehát nem is gondolná az ember, Kosztarikából jönnek, Bahrainből, a világ minden részéről. Hát Európa minden országa képviselteti magát, ez nem is kérdés. És ilyenkor hoznak magukkal egy-két-három kísérőt, itt töltenek 2-3-4 napot, megnézik a várost, van, aki meg elutazik az országban is egy-két helyre. Összekötik a kellemest a kellemessel, mert mind a kettő kellemes. Hány celeb jelezte, nem szeretem ezt a kifejezést, de most jobbat nem tudok rá, tehát hány közismert személyiség jelezte, hogy ott lesz az eseményen, hányat szoktatok fölkérni, mi alapján válogatjátok ki, hogy ki az, aki még esetleg vonzóvá tudja tenni a családok számára, esetleg, hogy együtt fussanak vele, vagy hogy csak kimenjenek egy kellemes napot eltölteni a sportesemény kapcsán. Szerencsére felkérni nem is kell őket, mert hát jönnek maguktól az ismert emberek. Nekünk kell keresgélni a rajzlistákban, hogy na vajon találunk-e valakit, aki az idén is ott lesz. Mindig vannak szép számmal, általában nagy részüket csak ott a helyszínen veszük észre, hogy jé, ő is nevezett, nem is tudtuk, hogy itt lesz. Mert hát a 25 ezer név között sokan elbújnak. Nem is tudnék most pontosan neveket mondani, nem is szeretnék senkit kiemelni. Viktória biztos, hogy ott lesz. Viktória, egyébként te az idődet, azt szoktad mérni? Tehát amikor készülsz fel a versenyekre? Igen, mostanában elkezdtem ezzel is foglalkozni, pontosan azért, mert tényleg komolyan foglalkoztat, hogy idővel majd nagyobb távot is fussak. És hogy hát én még kibic vagyok e tekintetben, bár most már azért olvasok ilyen témájú, de például ilyen közben evős zselék és csokoládék, például ezekről semmit nem tudok, már ajánlották már, hogy próbáljam majd ki egyszer. Tehát, hogy méregetem az időmet, mert ugye valaki tanácsolta, hogy azzal kéne először foglalkozni, egy kicsit gyorsítani a kilométereket, mert ugye bizonyos, ha túl lassan futom a kilométereket, akkor nagyon sokáig tartana a 42, és az nem túl szerencsés. És elkezdtem ezzel foglalkozni, és nagy örömmel vettem észre pont az utóbbi időben, hogy ugyan nem tudtam annyit futni, mint szerettem volna, de mellette járok edzeni, egy bizonyos típusú edzésre, amit nem tudom, hogy szabad-e mondani, vagy egyet nem. Power plate, ami számomra nem a reklám helye, de nekem nagyon bevált, és nekem nagyon jól működik, és észrevettem, hogy ezek az edzések, kiegészülve a ritkásabb futásokkal, javítottak a köridőimen, úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy a télen tudtam ezen javítani, és hát ugye, amikor az ember már le tudom futni a hetet, le tudom futni 10-12-t, akkor ugye ez az új kihívás, hogy akkor most jobban fussa, rövidebb idő alatt. Ugye, mivel a nővérem is elkezdett a nyáron futni, elég komolyan ő ráadásul, mert ő minden nap futott egy időszakban, akkor elkezdtünk egymással is egy kicsit, hogy na te most mennyi idő alatt, te hogy állsz a 8 kilométerre. Tehát ezek nagyon jó dolgok, mert nem vérre menő küzdelmek, de az embert mindig inspirálják arra, hogy jobb és jobb legyen. Hogy történik az időmérés? 8000 ember esetében, 8-10000 ember esetében. Mondhatnám, hogy nagyon egyszerű a dolog, de nem nagyon egyszerű, mert nagyon bonyolult, de a futók részéről nagyon egyszerű, mert mindenkinek a rajtszáma hátuljára van egy időmérő csip felragasztva. Igen. És ahogy áthalad a rajton az ő rajtszáma, akkor elindul az ideje, és amint áthalad a célvonalon, utána pedig leáll az ő ideje. Tehát mindenkinek egy nettó időt tudunk mérni a rajtvonaltól a célvonalig. Hát kérem szépen, a technika az nagyon-nagyon sok mindenben segít a szervezőknek, igaz, egy kicsit drága, de mindegy. Még egyszer végezetül fussunk végig a programokon, tehát kiket várunk, mikor várunk, hány órára várunk, tehát menjünk végig a családosoktól kezdve az igazi nagy versenyig. Ehhez egy kicsit puskáznom kell, mert annyira sok a táv.
Szombaton a rövid távok kedvelőit várjuk. 11 órakor van az első rajtunk, ez egy 3x2 kilométeres váltó. Ez az esemény idei egyik jelmondata is, hogy együtt többre vagyunk képesek, ezért is próbálunk egy ilyen 3x2 kilométeres váltót először az esemény történetében. Utána 4 futamban következnek egymás után a 2,5 kilométeres mini csitta futói, 12 óra 15 és 14:30 között. Aztán 15 óra 15 perckor lesz egy suhany fogyatékkal élők futama, ez egy 700 méteres futam, és a szombati napot 15 óra 25 perces rajtal a családi futár zárja. Hány órakor már a családi? 15 óra 25 perc. 15-25, hát akkor az nagyon jó, mert... Ebéd után aludtak egy kicsit a gyerekek, és akkor még jó kis napsütésbe kijönnek a Marít-szigetre. Vasárnap... És közben mennek a félmaratonosok? Nem, ők vasárnap futnak. Vasárnap reggel 9-kor van a félmaratonisták rajtja. Utána 12 óra 30-kor a 10 kilométer, és 14 óra 30 perckor pedig a 7 kilométeres távnak a rajtja. Tehát akkor gyakorlatilag mind a két nap reggeltől estig érdemes ott lenni. Valamelyik rajthoz, befutóhoz oda lehet menni, és nagyon jó lehet magukat érezni közben. Hát én nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük. Mind a szervezőknek, mind nektek, futóknak. Kedves nézőnk, arra biztatjuk önöket, hogy a hétvégét töltsék a szabadban, és tekintsenek bele, hogyan zajlik a futómaraton, a Városvédő Maraton Budapesten. Köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézők, folytatjuk Foci és Sport című műsorunkat. A műsor elején elmondtam, hogy két nagy témával fogunk foglalkozni, mind a kettő egy hétvégi sporteseményhez kötődik. Most a második a pingpongozók éjszakája. Három vendégem van a stúdióban, szeretettel köszöntök mindenkit. Elsőként Gergely Gábor, világbajnok, asztali teniszezőnket. Itt van velünk dr. Tamás Anett, aki jelen pillanatban nem mint ügyvéd szerepel, hanem mint szervező, és hogyha már ugye pingpongozók éjszakájáról beszéltünk, akkor abban benne van az is, hogy egy kicsit játék és egy kicsit komoly asztali teniszről van szó, tehát a komoly asztali tenisz részéről Kovács László elnök, az Asztali Tenisz Egyetem ESE vezetője, illetve elnöke. Pingpongozók éjszakája. Ez egy olyan érdekes megközelítés, mert ugye mostanában van múzeumok éjszakája, meg van színházak éjszakája. Pingpongozók éjszakájáról én még így ebben a formában nem hallottam, de az nem jelent semmit természetesen. Viszont arról igen, hogy annak idején Jónyai Pistinek volt egy olyan kezdeményezése, hogy a csellengő fiatalok éjszaka pingpongozzanak, és erre még annak idején lehetőség is volt. De ilyen szervezett formában volt-e, vagy gyakori-e a pingpongozók éjszakájának megtartása? Kezdem én. Kezdte. Egyáltalán nem gyakori. Én sem igazán tudok róla, hogy így, mint pingpongozók éjszakája valaha lett volna ilyen rendezvény. Azt tudom, hogy ahogy említetted, a Pisti, a Németh Karcsi szerénységem, és még a pszichológus doktor, ha tudnám a nevét, kimondanám, Faragó Sándornak hívják. Ő kezdeményezte valóban a csellengő elveszett gyerekeknek ezt a rendezvényt, ami hosszú-hosszú időn keresztül ment, és valami úton módon úgy elcsendesedett, nagy kár érte. Ne erről beszéljünk, hanem beszéljünk arról, hogy a pingpongozók éjszakája viszont nincs, és nagyon örülök neki, hogy most már van. Anett, hogy jutott az eszedbe, hogy egy ilyen rendezvényt Balatonfüreden összehozzál? Ugye Balatonfüredet azt általában a kultúravárosaként szokták emlegetni, de igenis, hogy nagyon aktív sportélet is folyik ott, és ezek között az asztali tenisz is jelen van. Nagyon szeretnek az emberek ugye pingpongozni, és hát én egy általános iskola szülőjeként jutottam el erre a gondolatra. Ez a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, ahol szintén ugye szeretnek a gyerekek pingpongozni, sőt a sítáborokban, és itt jön az éjszaka be a képbe, ugye amikor már elcsendesedik a ház, akkor indul a vacsora után a pingpongozók éjszakai csatája. És idén is egy nagyon jó hangulatú sítáborban vettünk részt, és utána jött ez a gondolat, hogy jó lenne az iskolának szervezni egy ilyet, illetve hát a sportág népszerűsítésére a városnak és országos szinten. És a
a gondolat, tehát az első gondolat után jött a Kocsis Zoli, aki egy nagyon jó barátom, és ő tulajdonképpen egy megfelelő háttérrel rendelkezik a média, illetve a reklám területén, és ő mondta, hogy ó, hát akkor ő a legnagyobb ágyukat megpróbálja itt a dolog mellé állítani. És hát én az ő elmondásából tudom, nem voltam ott az első megbeszélésükön, de állítólag az első alkalommal nagyon örültek a felkérésnek, és mellé álltak. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen, hogy tényleg segítik ezt a rendezvényt, illetve hát tulajdonképpen onnantól kezdve egy más dimenzióba emelkedett a dolog. Tehát. Igen, ez egy szülői elhatározásból egy hatalmas eseményé nőtte ki magát. A kedves nézők látják ugye a plakáton, hogy itt valóban egy kulturális központ, egy szintér, egy sportcsarnoká alakul erre az éjszakára, ahol komoly sportverseny, és a legkiválóbbak sportbemutatói is a közönség megörvendeztethetik. Kell-e a népszerűsítése a sportágnak? Szükség van-e egyáltalán rá? Természetesen. Számunkra, akik itt Budapesten pingpongozunk, egy eléggé mindennapos dolog világbajnokainkkal összefutni a teremben, de azért nekünk is ez egy minden egyes extra alkalom, amikor erre lehetőségünk adódik, az különösen megtisztelő. Hogyha ezt el tudjuk vinni vidéki helyszínekre is, és ott tudjuk ezzel promotálni a sportágat, akkor azt meg kell tennünk. Egyébként ez egy hihetetlen nagy dolog, hogy én ezt nem egyszer, nem kétszer hallottam már a fiúktól, Gergely, Jónyer, Klampár, Trió, és azért vannak még, akik hozzájönnek, hogy fogjátok magatokat, és elmentek olyan helyszínekre bemutatót tartani, játszani jótékony célból, ami tényleg csak a megszállottságotok, illetve a sportág iránti szereteteknek köszönhető. Miért csináljátok ezt? Először is köszönöm szépen, hogy kiemelted azt, hogy jótékony célból is, mert természetesen azért nem csak jótékonykodásból áll a világ, mert mindig azt szokták mondani, hogy biztos van az a pénz, amiért ti elmentek. Az a pénz nincs, mert azt nem tudnák kifizetni, amennyire én elmennék, mert az én és a mi szabadidőnk sokkal drágább. Tehát valóban azért megyünk, ahogy szoktuk mondani, a gyerekekért bármikor, bárhova nagyon szívesen elmegyünk. Miért is? Mert mi imádjuk ezt a sportot. Mi ebben nőttünk föl, ettől kaptunk nagyon sokat, tettünk is érte valamit, és megpróbálunk visszaadni kifelé a gyerekeknek, a felnőtteknek, az időseknek, azoknak, akik még láttak bennünket játszani, és azoknak is, akik még soha nem találkoztak élő, egyenesben húsvér világbajnokkal. Nagyon szeretjük ezt csinálni, fantasztikus érzés, és ameddig bírjuk, hát pocakkal és lábbal és fejjel, addig ígérem, hogy azért csinálni fogjuk még. Mondjad. Hogy annyira kell a gyerekeknek szerintem a példakép. Tehát a mai világban az a pozitív és valóban tartalmas példakép nagyon kevés, akire föl tudnak nézni. És azt gondolom, hogy egy ilyen sportesemény is azért erre egy nagyon jó alkalom, hogy ezeket az embereket még, tehát hogy tényleg megmutassuk, úgymond szinten tartsuk az emberek emlékezetében, hiszen ők a mi nagyjaink, és büszkék vagyunk rá. Egyébként nem közvetlenül ide tartozik, de egy hihetetlen nagy vívmány az, hogy élő, legendás sportolókról sportcsarnokokat, iskolákat neveznek el, sportiskolákat. Ezt egy kiemelkedő dolognak tartom, hiszen ugye milyen nagy dolog, hogy Grosics Gyula életében megadatott, hogy volt Grosics Gyula általános iskola, meg Grosics Gyula sportiskola, amit ő fölavathatott, aminek küldetése volt, hogy odament, mert annak a településnek, annak az iskolának a gyerekei köthettek. Reméljük, hogy a pingpongba is el fog ez majd. Egyébként pingpong vagy asztali tenisz? Nagyon érdekes. Valaki kitalálta ezt a borzasztó szót, hogy asztali tenisz. Ilyen sport nincs. Köszönjük szépen. Tehát maradunk a pingpongozók éjszakájánál. Jó, mielőtt még a komoly sport részére is rátérnénk, hiszen azért itt egészen komoly sportversenyek is lesznek, nézzük meg még egyszer ennek a jótékony és a gyerekekkel való vonatkozását. Ott lesznek a legnagyobbak, ami tényleg fantasztikus. Pontosan azért, mert tudhatják, hogy voltak világbajnokaink, csak azért nincsenek pingpongban olimpiai bajnokaink, mert akkor nem volt még olimpiai sportág ugye a pingpong, de hát olyan teljesítményeket csináltak éveken, évtizedeken keresztül, ami gyakorlatilag azt hiszem, hogy
még sok-sok évtized múltán sem lesz überelhető. Hogyan fogadták ott a környéken a gyerekek, a szülők, hogyan készültek rá, hogyan készültök helyileg a népszerűsítésébe, mi meg ugye itt országosan, mert hát mindenki mehet, nem csak a füredélyek. Igen. Ezt köszönöm, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, mert erről szerettem volna beszélni. Fantasztikus ez az összefogás, ahogy tényleg a környék megmozdult a rendezvény sikeressége érdekében. Tulajdonképpen ugye a jótékonysági cél az az most konkrétan, hogy az általános iskolának a sporteszközei beszerzésében segítségére legyünk. Ugye mi, mint szülők ebben próbáltunk ugye segíteni, viszont hát a távlati, vagy a tágabb jótékony hatása ugye ennek nyilván a Balatonfüreden mérhető. És tényleg én azt gondolom, hogy a Nők a Balatonért Egyesület, a nagycsaládosok, a különböző civil szervezetek, mindenki ott lesz, és tulajdonképpen ez a pingpongozó éjszakája így alakult át egy családi nappá, ami 2 órakor nyílik, és tulajdonképpen akik helyben úgy gondolják, hogy segítik ezt a rendezvényt, ők kitelepülnek, és akkor a sportesemény kicsit így színesebb lesz ezáltal. Tehát érdemes egész délutánra, illetve egész éjszakára beköltözködni oda. Milyen profi vagy amatőr sportversenyek lesznek a bemutatókon kívül? Lesz egy gyermekverseny, ezzel fog kezdődni az egész rendezvény, és aztán pedig egy amatőr felnőtt verseny. Utána lesz a világbajnokaink bemutatója, illetve akkor találkozhatnak az érdeklődők, autógramosztás, ilyesmi, és utána pedig lesz egy pénzdíjas verseny az ország top játékosaival. Na most ilyenkor ugye az amatőr verseny az egy másik, és a topjátékosoknak a pénzdíjas versenye megint egy külön kategória. A gyerekversenyben milyen versenyzők fognak részt venni? Tehát a környékbeliek, a füredi gyerekek, vagy a balatonfelvidéki gyerekek, vagy országszerte jönnek a leigazolt gyermekversenyzők? Én úgy tudom, de erős is meglétszős, hogy ez egy teljesen nyitott dolog. Ez a Balatonfelvidéki Asztali Tenisz Bajnokság, ez az úgynevezett BAB, amit tulajdonképpen ez egy hagyományteremtő céllal indult, tehát reméljük, hogy jövőre, 2 év múlva, igen. Egyébként ma már kínai játékos is jelentkezett, hogy Hoppa. Szeretne jönni, csak sajnos nem tudta a repülőjegyét Kölnből át, mert meghallotta a varázsneveket, és azt mondta, hogy hát ő szeretne velük játszani. Most gyere, Magyarországon átrepül Németországba, mert éppen itt van. Nem jött össze, de jövőre nagyon reméljük, hogy tudjuk esetleg ezt nemzetekre is bővíteni. Tehát tulajdonképpen ez a Balatonfelvidéki Asztali Tenisz Bajnokság, ahol a top 10-esek és a juniorok mérkőznek párhuzamosan. Ugye ez egy nagyszerű dolog a szülőnek vagy a nézőnek, hogy nézi a profikat, és közben a párhuzamos asztalokon nézi a gyerekeket is. És este 8 órakor ez az úgynevezett buli pingpong bajnokság, ahová tényleg azok jó magam is, aki tényleg alig... Már fogott pingpongütőt a kezébe. Igen, de az erő. Vagy itt kapott kedvet hozzá. Igen. Tehát mindenki nevezését várjuk. És meddig lehet nevezni egyébként? Ott a helyszínen is lehet. Az jó. Van az előzetes, jó. Van erre egy honlap, előzetesen is lehet, illetve ott a helyszínen. Hogy egy kicsit csábítsuk le az embereket, ugye, vagy segítsük az ő lejutásokat, a helyi szállodák például kedvezményes wellness csomagokat, hétvégi csomagokat, egynapos csomagokat álltottak össze, tehát helyben ilyen szintű az összefogás, hogy ez még így a kezdeti lépésnél is ilyen jó fogadtatásra talált. És ugye nem beszélve a 8 órakor ez a buli pingpong bajnokság keretében, vannak olyan celebjeink, nem annyira szeretem ezt a szót, de olyan ismert... Ne nézz rám, nincs ezenet. Szerintem nincs, aki szeresse. Igen, tehát olyan hírességeink a sportéletből, illetve hát a művészvilágból, akik vállalták... Említsél egy párat nyugodtan. Paor Lilla. Nem makamatok. Nem, de tényleg. Igen. Ja, igen, én is lemegyek. Igen. Hát például Cseh Laci vállalta, hogy jön, igen. Vagy énekesek, zenészek közül? Igen, a Biga, ő szintén jótékonysági alapon énekel is nekünk, pingpongozik is velünk, úgyhogy az Orbán József, a
ugye ő is egy nagy múltú zenész ember. Tehát aki tulajdonképpen így szerette ezt a sportot, az tényleg a felkérésünknek rögtön eleget. Tehát sokan vagyunk, most azért nem is félek, hogy valakit kihagyok, tehát igen. A teljesség erejével nem tudom, igen. Hogyha már ott a profi játékosoknálról beszélgetünk, és a top 10 játékosok, gyorsan szaladjunk végig ezeken a neveken, mert azért ezt a triót, a Júnyer, Klampár, Gergely, vagy mindegy, hogy milyen sorrendben mondom őket, mindenki ismeri, és akkor én mondjuk Faházi Janiról még beszélünk egyet. De a mostani top 10-esekre nem biztos, hogy mindenki ismeri, tehát azért kaphatunk egy névsort? A top 10 névsort azt meg tudnám adni, de mivel egyes játékosokkal való egyeztetések még folyamatban vannak, még nem tudni pontosan, hogy kik fognak eljönni. Egyébként mennyire mozgathatók most a játékosaink, az igazi versenyzőink arra, hogy menjenek országszerte és részt vegyenek a versenyeken, és illetve nagyon. A verseny felkészülésben, a nemzetközi megmeretetésekben ez a verseny hol fog elhelyezkedni? Ugye hamarosan kezdődik a világbajnokság Kínában, amire már jelenleg is készül a válogatott, ezért is van egy bizonyos bizonytalansági faktor, de egyébként nagyon is kaphatók a top játékosaink az ilyen bemutatókra, ők rendszeresen járják az országot, amikor az idejük megengedi, és elmennek mindenhová bemutató mérkőzéseket tartani ilyen jótékony céllal, úgyhogy le a kalappal előttünk. Említettük az előbb csak így futólag Faházi János nevét, aki azt hiszem, hogy hát olyan kuriózum, amilyet a nagykönyvben nem lehet találni mást. Nem tudom, te próbáltad már az ő játékstílusát utánozni? Janikát nem lehet utánozni, de azért, hogy ne bántsam, inkább dicsérjem. Minden magyar pingpongozó, aki a Janikánál fiatalabb, rajta tanult megjátszani. Tehát én gyerekkorom óta ismerem, 10 éves korom óta ismerem, tényleg rengeteget tanultam tőle. Azt, amit ő tud, azt közönség előtt, sószerűen nagyon kevesen tudják a világon. Az egy másik kérdés, hogy ha van egy pingpongozó, aki egy bizonyos eredményt már elért, természetes, hogy némi nemű relikviákkal visszaüti a labdát, de úgy, ahogy a János, úgy senki nem tudja. Ő profi ebben. Hát itt a beszélgetés alatt ugye látják a kedves nézők ezeket a felvételeket, amit itt nálunk a stúdióban is produkálsz, elképesztő, komolyan mondom. Tehát ami megfogható és nem levegő, azzal ő vissza tud ütni. Amikor beszéltem vele telefonon, akkor tehát úgy zártuk a telefonbeszélgetést, és kedves Anett, persze, hogy jövök, és hozom a parkettámat. Először nem értettem, de aztán leesett, hogy persze, parketta, hát parketta, lángos, meg tudom én, üveg, teljesen mindegy, hogy mi, igen, ő a labdát azt visszaadja vele. Egyébként, hogy mennyire elszántak a világbajnokaink, és mennyire fontosnak tartják az ilyenfajta küldetést. A múlt héten együtt voltunk Jónyer Pistával, aki még akkor gipszben volt, és mondtam neki, hogy és így lejössz Balatonfüredre, és azt mondta, hogy teljesen természetes, akkor már nem lesz rajtam egy hét óta gipsz, a Achilles szakadás után, és azt mondja, akkor, ja, és mondom, játszani is fogsz? Persze. Fásli, ez az, amaz majd és mindent. Majd úgy ütni a labdát, hogy oda menjen a kezére, talán erre még képesek talán vagyunk. Még egyszer tudatosítsuk én szerintem a nézőkben, hogy ugye ezen a hétvégén a családi sportszórakozásnak hihetetlen tárháza. Tehát szombaton maraton, Városvédő maraton Budapesten a családi nappal, ami ugye a Margit szigeten kezdődik már reggel 9 órától, 11 órától, 700 méteres futás, 200 méteres, 7 kilométeres, össze-vissza, tehát váltófutásokban, csapatokban mindenbe lehet nevezni, és aztán be lehet ülni a kocsiba, és elindulni Balatonfüredre, és jó kipingpongozni magukat, ahol el lehet tölteni az estét, és másnap pedig vagy maradnak Füreden, és egy jót sétának, vagy pedig visszajönnek, és megnézik legalább a befutóját az igazi maratonistáknak, mert a fő maraton és a maraton pedig vasárnap reggel kezdődik. Útravalóul mi az, amit még hozzátennétek ehhez a beszélgetéshez? Belém szorult egy rövid mondat. Hogy kérdezted, hogy miért csináljuk és miért. Azért csináljuk, mert szeretjük, és mind a hárman úgy érezzük, hogy a mai magyar asztali tenisznek, a pingpongnak
óriási szüksége van arra, hogy egyre többen népszerűsítsék. És hát ki az, aki Isten igazából tudja ezt népszerűsíteni, hogyha nem ezek az emberek, akik valamilyen eredményt elértek. Ennek a szegény pingpongnak, a mostani pingpongnak nagy szüksége van minden segítségre, a legkisebb megjelenéstől az óriási gálákig. Úgyhogy mi erre, ezért letettük a voksunkat, hogy ameddig tudunk, segítünk a magyar asztali tenisznek. Mi pedig azzal segítünk, hogy ott leszünk a versenyen, készítünk róla egy kis összefoglalót, amit hamarosan láthatnak a foci és sportban. Köszönöm szépen, nagyon jó hétvégét köszönjük. Kívánok magunknak. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt már a foci és sport, egy hét múlva ismét várom önöket, viszontlátásra. Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibültervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cégértékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG Kábelkereskedelmi Kft.